Ezek a felvételek Dunajváros megyei jogúváros gyepmesteri telephelyén készültek. Ide szállítják többek között a szilveszterkor elkoborolt, majd később befogott kutyákat. Az év utolsó napja elég kritikus az állatok életében, a tűzijátékok hangja ugyanis megrémisztheti őket és elszökhetnek. Ez most is előfordult. Bejelentések alapján nagyon pozitív az érték. A gyepmester elmondta, az utóbbi 10 év viszonylatában 2014-ben volt a legalacsonyabb a szilveszterkor ijegységből elszökött ebek száma. Január 1-én ugyanis mindössze 2 kóborkutyáról érkezett bejelentés, a befogott állatok pedig rövid időn belül vissza is kerültek a gazdájukhoz. A Rottweiler például befogtam délelőtt 1-én 11 óra 30 perckor, és délután 16 óra 50 perckor a tulajdonos már ki is váltotta a kutyáját a gyepmesteri telepén. Tehát még egy napot se volt nálam a kutya. A másik, a kis keverék, az érdekes eset volt, mert az viszont a hatos utól lett befogva, és kulcsi származású volt a kutyus, tehát a csip alapján itt is be lett azonosítva, azt viszont 4-én kapta vissza a tulajdonosa, mivel hogy az ünnepek alatt ugye nem értem a állatorvos, hogy a csippet be tudjuk azonosítani, és így az 4-én került haza a tulajdonosához. Napi nyilvántartás vezetek. Weixl Mihály hangsúlyozta, évközben is többször előfordul, hogy elkoborolnak az állatok. Ez főleg a kertes házakban, szabadon tartott házi kedvenceknél fordul elő. A gyepmester ezért arra hívja fel a figyelmet, ha valaki napokig nem hall hírt eltűnt kutyájáról, vagy az ebb esetleg nem rendelkezik csippel, a dunajvárosi telephelyen bármikor érdeklődhet. Hogyha valakinek eltűnik a kutyája vagy valami, az nálam érdeklődhet, hogy nem került esetleg hozzám. Ha én hozzám nem került, akkor meg hát az állatvédők, állatmentőket. Én is meg szoktam adni telefonszámot, és akkor azokon keresztül érdeklődhetnek az eltűnt kutyus után. Amennyiben az elkoborolt ebb nem beazonosítható, illetve gazdájával nem tudják felvenni a kapcsolatot, az állatot 14 napig a gyepmesteri telepen tartják. A 2 hét során bármikor jelentkezhet a tulajdonos. A várakozási idő letelte után azonban az állatvédők próbálnak új gazdát találni a kutyának. A gyepmester hozzátette, 2014-ben mintegy 80 kóborebet fogtak be városunkban, amelyből több mint 50 vissza is került a tulajdonosához.